A konferencia megnyitásaként a résztvevők megismerkedhettek egy kiemelkedő orvos személyiség, a Szekszárdi Kórház névadójának Balassa Jánosnak munkásságával és életének történetével, melyből kiderült, olyan újítások kötődnek a nevéhez, melyek jelentős mértékben hozzájárultak az egészségügy fejlődéséhez. Nevéhez sok sebészettel kapcsolatos tevékenység fűződik, például az első éteraltatásos műtétet ő végezte, kőmetszést végzett éternarkózisban. Fontos tevékenysége volt a plasztikai sebészet területén is, azután a sebészeti oktatást, amit gyakorlattal kapcsolt össze, az ő nevéhez fűződik. A nyílt törés kifejezés egyértelműen Balassától származik. Ő vezette be a gipszkötést, a törött csontok rögzítését, és azt tapasztalta, hogy a rögzített törött csontok előbb gyógyulnak. Lankadatlanul tanult és tanított, és nagyon szerették a munkatársai, nem csak a ügyes keze miatt, hanem nagyon jó szervező, orvosszervező volt, hiszen nevéhez fűződik ugye 1857-ben az orvosi heti lap megjelenése Markusovszky Lajossal. Ők igazából az orvosi heti lapnak a kiadását szorgalmazták, és ő volt az, aki magyar nyelven jelentette meg a cikkeit abban az időben. Németh Csaba a kórház főigazgatója a megnyitóban arról szólt, a mindennapi gyógyítás mellett kiemelkedően fontos a kórház megítélése szempontjából a tudományos munka is. Én a kórháznak a hosszú távú jövőjét látom a tudományos munkának a biztosításában. Tehát nem elég az, hogy a mindennapokban hozzánk fordulókat ellátjuk. Nem lehetünk egy elszigetelt sziget az országnak és a gyógyításnak a térképén. Be kell tudnunk kapcsolódni azokba az országos szakmai áramlatokba és munkaközösségekbe, amik az országban egy-egy adott szakmának, például most a gyerekgyógyászatnak vagy gyerektülőgyógyászatnak a rugóit mozgatják, és az, hogy a mi kórházunkat és a mi kórházunkban folyó műhelymunkát, a munkatársainknak a tudását, felkészültségét értékelik annyira, hogy egy ilyen volumenű rendezvény a városba és a kórházba érkezett, ez mutatja azt, hogy mi ennek a kettős feladatnak meg tudunk felelni. A kongresszuson a súlyos asztmakezelés lehetőségeiről is szó volt, amit a hagyományos tabletta és spray mellett injekciókkal végeznek. Azt is megvitatták a szakemberek, hogy nem csökken, hanem nő a légúti betegségek, különösen az allergiások aránya. Igazából folyamatos fejlődés van a diagnosztikában és a terápiában is. Ennek a kettőnek az összevetése sokszor problémás, mert nagyon sokszor a diagnosztika előrébb halad bizonyos területeken, és a terápia nem követi. Vannak aztán olyan esetek is, amikor olyan terápiás eljárások jönnek, aminek a korrekt alkalmazásához nincsenek meg a diagnosztikus feltételek. Tehát a kettő oldal az váltakozva megy, előrébb, hátrább, lemarad, és hát ezt látjuk most is. Hát akut betegségei, akut légúti betegségei mindenkinek vannak. És itt volt infektológiáról is szó, ami tulajdonképpen mindenkit érint, nyilván az egyszerű vírusfertőzésektől kezdve a súlyos bakteriális fertőzésekig. A Balassa János kórház főorvosa arról tartott előadást, mivel lehet elejét venni a súlyos allergia kialakulásának. Például úgy, hogy az ekcémát megfelelően kezeljük, a sérült bőrön keresztül könnyebben bejuthatnak a környezeti károsító tényezők, allergének vagy kórokozók is. Mivel gyermek tüdőgyógyászati konferencián vagyunk, elsősorban a tüdőt érintő, légutakat érintő betegségekről van szó, de én éppen a bőr felől közelítettem meg ezt a problémát, az allergiás megbetegedéseket, és nagyon sok újdonság olvasható a szakirodalomban manapság, aminek a figyelembevételével esetleg csökkenthető az allergia kialakulásának a valószínűsége, illetve az allergiás betegségeknek a kialakulása. Hogyha egy veleszületett károsodás fönnáll, ami bőrszárassággal jár, mondjuk ilyen egyszerűen ezt a problémát, akkor sokkal könnyebben bejuthatnak ezen a sérült bőrfelszínen a különböző környezeti károsító tényezők, allergének és akár a kórokozók is. Viszont, hogyha ezt a bőrszárasságot már születéstől kezdve
megszüntetjük rendszeres testápoló használatával, akkor legalább 50%-kal csökkenthető az allergiának és az allergiás betegségeknek a kialakulásának a valószínűsége. Az allergia és az asztma az emberek legalább 10%-át érinti. Egy pár évvel ezelőtt Tolna megyében készült felmérés szerint az asztma a gyerekek 9%-át, a szénon átha az iskolások 35%-át, az ekcéma pedig a diákok 17%-át érintette.